ív természetfotósok kiállításnak az utolsó 10 évben a Magyar Természettudományi Múzeum adott méltó helyet, és ez így történt idén is. Így megkérem a múzeum képviseletében, hogy a házigazda szerepében köszöntse a vendégeken dr. Fuisz Tibort. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy ezt Sándor mondta, 2004 óta, amikor ez a Természettudományi Múzeumnak ez a kiállító tere megnyílt, minden évben mi üdvözölhetjük a magyar természetfotósokat, és higgyék el, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy egyéb fotókiállítások mellett minden évben abban a szerencsében van részünk, hogy ez a tárlat itt kerül először kiállításra, és mindazok, akik izgulnak, hogy kinyeri a díjakat ebben az évben, azok itt találkozhatnak azzal az örömmel, hogy ki lett az év természetfotósa, vagy melyik kategóriában kinyert. Ha megengedik, azért egy nagyon rövid visszapillantást tennék. A Magyar Természettudományi Múzeum nem csak a NaturArt kiállításának ad otthont, hanem nemzetközi fotókiállításokat, illetve nemzetközi versenyeknek a kollekcióit is bemutatjuk, így minden évben a Wildlife Photographer of the Year, az angol természettudományi múzeum által szervezett kiállítás képe is bemutatásra kerülnek nálunk. Nagyon sok esetben azok a képek és azok az alkotók, akik így győznek, azok a londoni természettudományi múzeumban is a színpadra kerülnek, és sokszor azok az arcok, akiket itt izgulva látok, azokkal Londonban is találkozhatok. És ez azt hiszem, hogy nagyon jól mutatja, hogy a magyar fotográfia az nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világviszonylatban is milyen sikeres. A Magyar Természettudományi Múzeum nem csak azért szereti a fotósokat itt üdvözölni, mert a természet iránti elkötelezettségünket ez kiemeli, hanem azért, mert a saját dolgozóink, a kutatóink szintén a fotográfia nagyon sok területével találkoznak a munkájuk közben. Hadd áruljam el önöknek, hogy a több mint 10 millió példány, amit a múzeumban őrzünk, ezeknek a nagy része természetesen nem kerül bemutatásra, azonban megpróbáljuk a digitalizálás révén ennek minél nagyobb részét a nemzetközi tudományos közvélemény, illetve a látogatóink számára elérhetővé tenni. 2004-ben, amikor ezt a kiállítást itt először megnyitottuk, akkor Kármán Balázs felkérésére nekem jutott az a szerep, hogy egy darabig próbálom visszatartani azokat az információkat, hogy ki is lett az év természetfotósa, de tudom, hogy ez mennyire nehéz, úgyhogy én ezzel át is adnám újra a szót, és nagyon szépen köszönöm a szervezőknek és a támogatóknak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ez a kitűnő kiállítás minden évben eljusson hozzánk, és így a mi látogatóink ilyen élményekkel találkozzanak. Nagyon jó szórakozást kívánok önöknek! Mi pedig nagyon hálásak vagyunk a méltó helyszínért a Természettudományi Múzeumnak, köszönjük szépen. A pályázatot 23 évvel ezelőtt hívták életre a NaturArt alapítói. Az idén 25 éves NaturArt a legjobb magyar természetfotósokat tömörítő egyesület. Az egyesületnek idén, ráadásul májustól új vezetősége van, így ki is használom az alkalmat, hogy bemutassam önöknek a szövetség új elnökét, Fáth Pétert. Péter, kérlek, fáradj a színpadra és köszöntsd a vendégeket. Megkértek a technikusok, hogy tegyen beljebb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A NaturArt Magyar Természetfotósok Szövetségének alapítói azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a szövetség minden évben rendezzen olyan pályázatokat, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar természetfotósok rendszeresen megmutassák, milyen szép természeti környezetünk itthon és külföldön. 23. éve ennek szellemében rendezzük meg hazánk és a régió legjelentősebb természetfotós pályázatát, az év természetfotósa pályázatot. A zsűrizés következetesen a legszigorúbb szakmai és etikai alapelveken nyugszik, és azt gondolom, szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyrészt ennek a NaturArt által felállított magas itthoni mércének köszönhető az, hogy ma már több magyar természetfotós világhírű. A teljes transzparencia jegyében mi vezettük be azt, hogy a zsűrizés második és harmadik fordulója az internet teljes nyilvánossága előtt zajlik, és mindenki a világ bármely pontjáról megnézheti, hogy melyik kép hány pontot kapott, vagy melyik zsűritag hány pontot adott egy-egy képre. A szubjektív sportágakhoz hasonlóan a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszám ráadásul még ki is esik. Ez a mérési módszer eredményezi azt, hogy egyre jobb és újszerűbb képek kellenek ahhoz, hogy valaki egyáltalán falra kerüljön.
és a díjazottak igazán egyedi és a legmagasabb színvonalat képviselő alkotások. A pályázat egyre népszerűbb itthon és külföldön, idén közel 4000 kép érkezett a pályázatra 235 szerzőtől. Nagyon örülünk annak, hogy egyre több fotós érzi azt, hogy ezen a pályázaton kell eredményesen szerepelnie, és ha lehet, akkor nyernie. Nem csak a fotósoknak köszönjük persze az részvételt, hanem legnagyobb támogatóinknak is, akik lehetővé tették, hogy a mai kiállítást és a könyvet megvalósítsuk. Külön köszönet illeti névadó szponzorunkat, a Canont, aki idén is mellénk állt a csodálatos nyomtatásokkal. 6. éve fő támogatónknak, a JDF Suez Energia Holdingnak, a két fődíj felajánlójának, a Leitz Hungáriának, az EDF Démásznak a külön díjér, és a Unicbornak, az egyetlen magyar tipadíjas cégnek a felajánlott külön díjér. És persze az Artwork Fotónak, a Triponnak és a többieknek, akik támogattak bennünket. Külön köszönöm Radisics Milánnak, a Naturad korábbi elnökének és a kiállítás főszervezőjének az idei segítséget és munkát. Az idei pályázat legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy a falon lévő 102 kép 61 szerző alkotása. Ha belegondolnak, ebből az következik, hogy még a legjobbak is csak 1-2 képpel tudnak bekerülni a kiállításra. Tehát jön az utánpótlás és az újabb és újabb tehetségek. A Naturart Szövetségnek 18 tagja van a 61 kiállító között. A fotózás technikája hihetetlenül gyorsan fejlődik. Ma már egy-egy digitális fényképezőgépben olyan méretű számítástechnikai teljesítmény van, ami nem is olyan régen még egy szobányi vasat foglalt volna el. A filmes korszakban elképzelhetetlen fényviszonyok között tudunk ma már fényképezni, és az objektív tervezés is számos új csodát képvisel. A természetfotózásban azonban mégsem a legmodernebb technika használója tudja a legjobb képet készíteni, hanem az, aki a legjobban ismeri a természetet. Az, aki hajlandó hajnalban kelni, esetleg egész éjjel fennmaradni, vagy éjszaka közepén elindulni, hogy egy napkeltére már a hegy csúcsán legyen, vagy halmatos fűben hasalni, egy álcaháló alatt szúnyog felhőben akár órákig. Az itt bemutatott képeknek nagyon kicsi része a szerencsés pillanat. A legtöbb kép olyan, ami előre megszületik az alkotó fejében, és a fotós akár többször hetekig próbálgatja, amíg megszületik a vállalt kép úgy, ahogy ő elképzeli. Gróf Széchenyi Zsigmond azt írja, a vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. Ez a fényképezőgéppel való vadászatra is igaz. Javaslom mindenkinek, aki megnézi ezt a kiállítást, és kezébe veszi az Alexandra Jóvoltából a mai napra megérkezett Év természetfotói 2005 című kiadványt, hogy nézze meg a képeket, élje meg a természet szépségeire való rácsodálkozást, forduljon nyitottabb szemmel természeti környezetünk felé, menjen ki a természetbe egy kicsit, akár van nála gép, akár nincs, és érezze meg az erdőzúgást. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen a Naturart elnökének a kedves szavakat. Hogyha körbenéztek már, akkor a falakon 102 képet láthatnak itt ebben a nagy teremben, az idei év legjobb fotóit. Mi pedig most már hagyományosan, mondhatom talán így, készítettünk egy zenés diaporámát, diavetítést ezekből, tehát az idei év legjobb természet fotóiból. Kérem szépen leoltani a fényeket. Következik a 102 kiállított fotográfiából készített 9 perces diavetítés. Fogadják szeretettel az idei év legjobb fotóit. Thank you.
desolation comes upon the sky. Íme akkor most láthattuk a 2015-ös éves termést, vagy legalábbis a természetfotók ama legjavát, amit a szigorú, szakszerűen zsűriző zsűritagok is annak ítéltek meg. Hogyha ez önöknek tetszett, nem kell feltétlenül ilyen szigorú pontokat támasztani. Kérek szépen egy nagy tapsot az alkotóknak. 102 fénykép 2015 természetfotóinak, magyar természetfotóinak a legjobbjai. Köszönjük szépen Radisics Milánnak ezt az összeállítást, és természetesen köszönjük szépen, második lépcső következik, a zsűrinek a szakszerű munkáját. Hamarosan meg fogjuk érteni azokat a szempontokat, vagy legalábbis meghalljuk azokat a szempontokat, ami alapján ezek a képek, és közöttük is a díjazott képek kiemelésre kerültek. Addig is engedjék meg, hogy bemutassam az idei 7-tagú zsűrit. Bánkuti András, Pulitzer emlékdíjas fotóművész és fotóriporter a zsűri tagja. Egy tapsot kérek neki. Berta Béla, fotóművész, természetfotós. Dombovári Tibor, búvárfotós, az év természetfotósa 2002-ben. Heltai Csaba, a National Geographic magazin művészeti vezetője. Selmeci Dániel, búvárfotós, az év természetfotósa 2014-ben. Suhajda László, búvárfotós, az év természetfotósa 2014-ben. Bocsánat, Suhajda László nem búvárfotós, természetfotós, és nem volt az év természetfotósa 2014-ben. Tehát köszöntse a taps most Suhajda László természetfotóst. Köszönöm. És végezetül egy nagy taps a zsűri elnökének, a NaturArt alapító tagjának, aki az első elnöke volt a NaturArtnak, dr. Kalotás Zsolt, szabadúszó, természetfotós és természetvédelmi szakértő, az év természetfotósa 2001-ben. Kedves zsűri, köszönjük szépen a szívós munkát, gondolom nem volt könnyű feladat kiválasztani ezt a csodás 102 felvételt a több ezer jelentkező közül. De tudjunk meg egy kicsit most többet a háttérről. Felkérem a zsűri elnökét, Kalotás Zsoltot, hogy ismertesse a zsűrizéshez kapcsolódó érdekességeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt az utasítást kaptam, hogy ne legyek hosszú, és ezt én szeretném tartani. Az a véleményem, hogy ezer szónál többet mond egy szép, jó kép, egy szép és egy jó kép. Ugyanakkor mi itt nem egy jó képet látunk, hanem 102 csodálatos fotót, és ugye az lenne a feladatom, hogy elmondjam önöknek, hogy ezek milyenek a zsűri megítélése szerint. Hát a zsűri megítélése szerint ezek olyan képek, amik kiállításra méltók, de azért beszéljünk arról is, arról a 3300 képről, amelyeket önök itt nem láthatnak, mert ennyi kép érkezett be erre a pályázatra. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, de hozzá kell tenni még azt is, hogy volt egy nagyon könnyű dolog is, mert aránylag egyetértettünk bizonyos szempontokban. Manapság már nem elegendő, hogyha valaki technikailag tökéletesen
elkészített képet nyújt be, azzal még nem biztos, hogy falra kerül, és még az sem biztos, hogy esetleg megéri a kép a második fordulót. Sokkal több kell ehhez. Először is az kell, hogy egy képen egyedi pillanatot örökítsenek meg, és olyan nézőpontból, ami megdöbbenti a zsűrit, magát is, és a nézőket is. Tehát alapvetően a pályázónak nagyon bele kell tenni az egyéniségét a képeibe. És amellett természetesen kell, hogy legyen annak a képnek egy töltete, hangulata, és olyan dolgot mutasson be, ami nem mindenki számára elérhető. Ezek a képek, amik itt a falakon látunk, ezek azt hiszem megütik ezt a szintet. Nyugodtan mondhatom azt, hogy ez a kiállítás megüti a világszínvonalat. Egyes képek szerintem még egy picit túl is haladják azokat. A zsűri nagyon hosszas vajúdás után hozta meg a döntését. Három kemény fordulóban bíráltuk ezeket a képeket. Eleinte nagyon komoly egyetértésben, a végén pedig, amikor már a díjakat kellett odaítélni, akkor bizony voltak kemény viták is. De úgy gondolom, hogy a végső eredményben mindnyáján egyetértettünk. És bátran lehet szidni a zsűrit, lehet szidni a zsűri elnökét, vállaljuk azt a nem túlságosan kedves feladatot, hogy elviszük a balhét, hogyha valakinek ez a jelenlegi kiállítás mondjuk nem tetszik annyira. Én úgy gondolom, hogy az idei pályázatunk most is hozta azt a színvonalat, sőt, talán meg egy kicsit rá is tett, és talán ez annak is köszönhető, hogy a természetfotósok tábora egyre szélesedik, egyre többen foglalkoznak természetfotózással, és nagyon sok fiatal, innovatív természetfotós bukkant föl a semmi, mondhatom azt is a semmiből, és ez nekünk nagyon nagy öröm. A zsűri meghozta a döntését, önök ezeket a képeket itt láthatják, és el lehet rajta gondolkodni, hogy ezek a képek megérdemelték, hogy ide kerüljenek. Ha nem, akkor sajnos mi vagyunk azok, akiken el lehet verni a port. Köszönöm figyelmüket, és nagyon sok örömet kívánok a képek nézegetésében. Köszönöm. Köszönjük szépen a zsűri elnökének szavait. Természetesen kíváncsian várjuk az eredményt mindannyian, és nem gondoljuk, hogy a zsűri valamilyen szinten is részrehajló lett volna. A díjak átadása előtt a pályázatot kiíró NatuArt, Magyar Természetfotósok Szövetsége nevében röviden szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a Canon az év természetfotósa 2015 pályázat és kiállítás megvalósítását. Tehát akkor gyorsan, röviden, de érdemlegesen következzenek a szponzorok. Köszönetet mondunk támogatóinknak, a díjak és külön díjak felajánlóinak, hogy hozzájárultak a pályázat és a kiállítás sikeres megvalósításához. ABC sorrendben a következők. Az Artwork Photo Kft.-nek az értékes ajándékokért. Egy kis tapsot kérek. Az Alexandra kiadónak a pályázatról megjelent könyvért. A Begelli Hungárinak a zsűrizés során nyújtott segítségéért. A Bert Audio-nak és Lighter Light-nak a hangosításért és színpadtechnikáért. A Fotoklik-nek, a fotográfiai archívum, képtár és közösségi portálnak, aki lehetővé teszi, hogy a zsűrizést és az ezt követő díjátadót élőben is közvetítsük. A Hyde Photography-nak, az év ifjú természetfotósa díj felajánlójának. A Magyar Fotoművészek Szövetségének a külön díjért. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek a külön díjáért, a National Geographic magazinnak a média támogatásért, a Nimrod vadászújságnak a külön díjért, a Shaker Tournak a külön díjért és a fotózási lehetőségért, a Tripont fotósboltnak, a Vanguard, a Tamro márkák forgalmazójának, köszönjük a támogatást, a Természet Búvár Ökológiai magazinnak a külön díját, a Természetvilága Tudományos Ismeretterjesztő Lapnak a külön díjat, a Unique-ból Kft.-nak az ő külön díját, valamint a Radex Media Groupnak a kiállítás és a rendezvény szervezéséért mondunk köszönetet. Köszönjük szépen! És talán, ha már megkóstolták, akkor még hozzátehetem, hogy Somodi Ferencnek is köszönjük a finom almákat.
Egy nagy tapsot kérek a támogatóknak. Természetesen megköszönjük ismét befogadó támogatónknak, a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy már 10. éve méltó helyet biztosít a pályázat anyagából rendezett kiállításnak és a díjátadó ünnepségnek. Megköszönjük a Pigmenta Képalkotó Központnak, aki a kiállítás nagyításait készítette, és akkor jöjjenek még a fő támogatók. Fő támogatónk az EDF Démás ZRT, aki a pályázatunkon életre hívta a hálózat és madarak külön díját. Köszönjük szépen! 2015-ben fő támogatónk továbbra is a GDF Suez Energia Holding Hungary ZRT, aki szívügyének tekinti a természetfotózást, a környezetvédelmet és támogatja a természet energiái kategóriát. Köszönjük szépen! Köszönjük a Leitz Hungáriának, aki többek közt forgalmazza a Leica, a Minox és a Samyang márkákat, és biztosította a pályázat fődíjait. Köszönjük szépen! És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk köszönetet mondani idei névadó támogatónknak, a Canonnak, aki kiemelt szerepet tölt be a képalkotás világában, és már 10 éve biztosítja a falon lévő képek nagyításához szükséges minőségi alapanyagokat. Köszönjük szépen! Ez utóbbi alkalomból fel is kérem Kovács Botond urat, a Canon Hungária marketing igazgatóját, hogy mondja el köszöntőjét, és kérjük, hogy ezzel nyissa is meg a kiállítást és a díjkiosztót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én tartozom köszönettel, hogy itt lehetünk. Ez számunkra egy nagyon nagy megtiszteltetés, már csak azért is, mert tényleg 10 éve itt a háttérben szerepelünk a nyomtatás technológiánkkal. Ezek a képek egy imisprograf nyomtatón készültek el, és ennek köszönhetően tudják önök is megtekinteni. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy én is köszönetet mondjak még a Pigmenta Képalkotó Központnak. Velük dolgoztunk együtt, nem csak azért, hogy ezt a 178 milliárd 650 millió képpontot itt úgy rendezték el, hogy számunkra látható legyen, hanem azért is, mert volt szerencsém látni azt, hogy milyen szeretettel készítették a képeket, és hiszek abban, hogy ez rengeteget számít. Nagyon nagy törődéssel és odaadással végezték a munkájukat. A jelenlétünknek még egy apropója van emellett a 10 év mellett, éppen 10 éve jelent meg az EOS 5D sorozat. Talán nem kell bemutatni ezt a gépet sokaknak, majdnem mindenki ismeri. Ez volt az első olyan fényképezőgép, ami a full frame használatát lehetővé tette gyakorlatilag hétköznapi embereknek, és a mai napig eléggé nagy sikerrel használják sokan. Hoztunk egy képet, ami nem a pályázati anyagnak a fotója, ott kint láthatnak egy jégmadarat. Érdemes megnézni a fotót, ez egy 5DS-sel készült, és azért emelném csak ki, nem az elkapott pillanat miatt elsősorban, hiszen egy madár, ami ül egy ágon, hanem a felbontása miatt. Nagyon sokan megkérdezték, hogy miért kell egy gépnek 50,6 megapixeles felbontás, részint azért, hogy ki tudjunk belőle nagyítani a képből egy adott részletet, részint pedig azért, hogy egy olyan nyomatot kapjunk, ami 2 méter szélességben is, akár 5 centiről gyönyörűen látszódik. És végül engedjék meg, hogy én is gratuláljak minden résztvevőnek, gyönyörűt alkottak, gyönyörű képek vannak itt, és azt hiszem, akkor mostantól jöhet az igazán izgalmas rész. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen névadó támogatónak a kedves szavakat, és akkor jöjjön az, amire most már mindannyian nagyon várunk, az ünnepélyes eredményhirdetés. Itt viszont egy kis segítségre volna szükségem. A hagyományokhoz híven ma este is Radisics Milán, a Naturat korábbi elnöke lesz az, aki majd szakkommentátorként segít nekem, legalábbis remélem. Kedves Milán, szeretnélek megkérni, hogy lépj fel a pulpitusra. Itt vagyok, eddig is itt voltam. Úgyhogy szívesen. Mielőtt áttérnénk a díjazásra, essen azért szó magukról a díjakról is. Minden díjazott, tehát az első, második és harmadik helyezett kép alkotója 20 000 forintos ajándék utalványt kap, melyet Tamron SP objektívek vásárlására lehet beváltani a Tripont jóvoltából. Minden résztvevő 10%-os kedvezményben részesül a Pigmenta Képalkotó Központban és az artwork.hu-nál kedvezményesen vásárolhatnak majd. Kategóriánként
3 díjat, és a támogatókkal, díjfelajánlókkal egyeztetve további külön díjakat osztott ki a zsűri. A kategória 3. helyezettek 10.000 forint értékű nyomtatási lehetőséget kapnak az Artwork fotó jóvoltából. A kategória 2. helyezetteket nettó 30.000 forint tiszteletdíj illeti meg. Az első díjat nyert alkotók, hogyha pénz vagy tárgy nyereményüket külön nem nevezzük meg, akkor nettó 75.000 forint tiszteletdíjat kapnak, és ez az EDF Démász ajándékcsomagját is magába foglalja. Az első díj nyertese megkapja ezt, ami egy fényképtartós óra és a kőkorsóba csomagolt különleges pálinka. Köszönjük szépen. Tehát egy kicsit belenéztünk most a leendő díjazottaknak a zsebébe. Sanyi, a bejár... és még az album, ugye? Az kimaradt. Melyik? A fotóalbum még kimaradt. Hogy mindenki a kap fotóalbum. Mindenki kap egy fotóalbumot. Minden szerző, aki szerepel az albumba, azaz Alexandra Pulton a diátadó után átveheti a könyvet. Aki sajnos nincs jelen, az későbbiekben a Károly körúti boltba átveheti a saját tiszteletpéldányát. Köszönöm szépen, Milán. Hála az égnek, hogy itt vagy. Mondd csak, kihagytam-e még valamit? Majd szólok. Akkor most már túl vagyunk a bevezetőn. Következzék tehát a győztesek felsorolása. Nézzük először az első kategóriát. Kezünkben a föld. A zsűri összesen 6 képet talált kiállításra alkalmasnak. A képek szerzőit felsorolom minden egyes kategóriánál. Násfai Krisztina, Máté Bence, Ricel Zoltán, Szabó Ilona, Tóth László és Tököi Csaba. Gratulálunk nekik, a fotósoknak kérek szépen egy tapsot. Ki vannak vetítve a képek? A képeket itt akkor mögöttem lehet látni. Van ebben a kategóriában egy különdíjasunk is. Az MFS különdíját a Magyar Fotoművészek Szövetségének nevében átadja Baki Péter. Pétert kérem, hogy fáradjon a színpadra. Közben fotós kollégáktól kérdezem, hogy jó, így ez a felállás, vagy cseréljünk egyet? A díjat pedig nyerte Ricel Zoltán Párás ablak című képével. Kérjük Zoltánt, hogy fáradjon ki ide a színpadra. Egy nagy tapsot szól a fotósnak és a képének, és reméljük majd még többet is megtudunk róla. Egyébként kis magyarázó szövegek formájában elolvashatják önök is a kép készültének gondolatait. Felkérem most Bánkuti Andrást, a Digitális Fotomagazin főszerkesztőjét, a zsűri tagját, hogy adja át a kategória díjakat. Első kategória, a 3. díjat nyerte Szabó Ilona Elemi Ösztön című képe. Gratulálunk! Második díjas, Tököi Csaba, Acélzátony című alkotása. Gratulálunk! És azt találtuk ki Milánnal, hogy az első díjas képeknél egy kicsit beszélgetünk is magáról a képről, néhány mondat erejéig. Én például az jutott eszembe, nekem az jutott eszembe, Milán, hogy vajon a fotósok többsége az fotóz üvegen keresztül, ablakon keresztül? Igen, igen, mert minden fényképezőgépnek az objektívja az üveg. Vicces próbáltam lenni, bocsánat, de hát igazából tényleg ez a fotó egy párás tanyán készült, és igazából súrolja azt a határt a fotó és a festmény között, hiszen a fotós várta, vagy több mint valószínű a madár, a fakopács gyakran megfordult ezen a helyen, és igazából azáltal, hogy ilyen elmosódott a madár, egy csodálatos lírai élményt között, én szívesen készítettem volna, bevallom. Azt hiszem, hogy az alkotót már nem is kell bemutatni. Várjuk ismét a színpadra Ricel Zoltánt, Párás ablak című alkotásával, ő a kategória győztes.
Gratulálunk, kedves Zoltán! Azt azért meg kell jegyeznem, hogy azok a szerzők, akiknek a képei ki vannak állítva itt körbe a falon, de éppen nem hívtuk ide külön a színpadra őket, nos, azok is okleveles elismerésben részesülnek, amit a díjátadó után az Alexandra pultjánál át is vehetnek. Második kategória, ugye a madarak viselkedése, egy kis ornitológia. A zsűri összesen 13 képet talált dicséretre méltónak. A képek szerzői a következők: Cserjés Gábor, Forster Ádám, Gelesz László, Gödény Csaba, Horváth Ádám, Jakab Flóra, Jakab Tibor, Jakab Sándor, Kállai Márton, Mánfai Bence, Máté Bence, Szabó Ilona és Szabó Zsolt. Egy nagy tapsot kérek az alkotóknak. Ebben a kategóriában is született külön díj, a Shaker Tours külön díja, háromnapos leshasználat Hortobágyon 100 000 forint értékben. A díjat Milán adja át, ezért azt hiszem különösebben nem is kell ezt konferálni tovább. A díjat pedig nyerte Mánfai Bence Kacsaláb című képével. És akkor következzenek a kategória díjak. Felkérem a Naturalt alapító elnökét és a zsűri tagját, Kalotás Zsoltot, hogy adja át ezeket a díjakat. Harmadik díjat nyerte ebben a kategóriában Jakab Flóra, a szegény ágat a madár is húzza című képével. Második díjas Kállai Márton Madárszellem című alkotása. Gratulálunk! És íme itt látható a kép is. Gratulálunk még egyszer! Az első díjas kép pedig, ami most már itt látható a hátam mögött, az előbb már megcsodáltuk, de Milán, nem kacsa ez, hogy kacsaláb? Igen, igen, ez egyfajta kacsa, hiszen szárcsát látunk a képen, de az érdekessége az, hogy a fotós megtervezte ezt a képet. Napokon keresztül ment a lesbe, és Pécstől nem messze egy halas tavon próbálta ellesni a szárcsakat táplálkozás közben, és egy jó pillanatban kapta el, jó helyen volt. Kedves Mánfai Bence, gratulálunk az első díjhoz, kérlek, hogy fáradj ismét a színpadra. És van még egy jó hírem a számodra, ne is menj el, két oklevelet fogsz kapni, mert te lettél a madár kategóriában legjobban szereplő 24 év alatti fotós, így a tiéd a Naturárt által felajánlott Tildi Zoltán díj is. Gratulálunk. Nagy tapsot kérünk neki. Köszönjük szépen, Zsolt! Harmadik kategória. Emlősök viselkedése. A zsűri összesen 10 képet választott a kiállításra. A képek szerzői Harber Gorsolya, Jakab Flóra, Krizák István, Laki Zoltán, Lóki Csaba, Máté Bence, Mesterházi József, Pálinkás Gábor és Szmolka István. Gratulálunk nektek! Gazdag év az idei, ebben a kategóriában is születtek külön díjak. Az első a Nimród vadászújság külön díja. Kedves Milán, kérlek, hogy ezt is add át. A díjat pedig nyerte Krizák István Párbaj című képével. István sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy a díját eltesszük, és ez azt is jelenti reményeink szerint, hogy majd eljutatjuk hozzá. Most pedig felkérem Geréb Zsoltot, az Artwork fotó tulajdonosát a kategória díjak átadására. Kérlek, Zsolt, fáradj ki. Ebben a kategóriában a harmadik díjat Harberg Orsi nyerte Ugró Hermelin című felvételéért. Orsi jelezte, hogy nem tud jelen lenni, ezért kérem Fodor Ferit, hogy vegye át a díjat és juttass el Orsinak. Még egyszer a taps Harberg Orsolyának szól.
A második díj Laki Zoltánnak jár, a Gladiátorok című alkotásáért. Gratulálunk! Az első díjas képre pedig, hogyha ránézünk, akkor én nekem az jut eszembe, hogy biztos, hogy ez tűzijáték? Igen. Ott a vidrák mögött? Kettős a tűzijáték, hiszen a képen látjuk a tűzijátékszerű cseppeket, amelyek a hosszú expozíciónak és a hátulról való megvilágításnak domborodtak ki, de az igazi tűzijáték nem ez volt. Az volt, hogy a képen, ha jobban megnézzük, a közepén van a vidramama, és ott vannak mellette a kölykök. Ez volt az első éjszaka, amikor kihozta őket, és elkezdte tanítani. Úgyhogy a fotós, akinek a nevét mindjárt megtudjuk, leírta ezt a képleírásba, hogy óriási tűzijáték volt nem csak fotózni, hanem átélni a pillanatot. És ezzel szerényen a tűzijáték címmel elterelte a figyelmet, hogy erről a komoly szakmailag előkészített fotóról. A fotós pedig, a Huncut fotós, nem más, mint Máté Bence. Gratulálom! Köszönjük szépen! Negyedik kategória az állatok viselkedése. A zsűri összesen 8 képet talált kiállításra méltónak. A képek szerzői Daróczi Csaba, Forster Ádám, Jakab Tibor, Kaszás Norbert, Kérc Tibor, Násfai Béla, Szabó Ilona és Vadász Sándor. Egy nagy tapsot kérünk az alkotóknak. Felkérem Horváth Árpádot, a könyv szerkesztőjét a kategória díjak átadására. Ebben a kategóriában a zsűri az alábbi díjakat osztotta ki. Harmadik díjas, és buzdítom a közönségünket, hogy nyugodtan lehetem aktívan tetszést nyilvánítani, Szabó Ilona a Kimerülésig című felvételéért. Gratulálunk, Ilona! Második díjat ebben a kategóriában Futtában című alkotásáért Vadász Sándor nyerte. Gratulálunk! És az első díjas fotó nem a héjanász, az avaron örökbecsű tényét örökítette meg, hanem szúnyogokra cserélték a héjákat. A címe pedig Csillogó szerelem. Mi csillog itt? Hát nem az avar, hanem a gyönyörű páracseppek, vagy a harmadcseppek, és a fotós hihetetlenül jó kihasználta azt, hogy pici mélységélességgel csillogóvá tette a hátteret, kiemelte a témát, tehát egyszerűen ez egy brilliáns fotó. Iridlem. És gondolom árva szúnyogokat látunk itt éppen. Nem tudjuk pontosan, milyen szúnyogokról van szó, de egyértelműen az. Köszönjük szépen, aki mindezt el tudná nekünk mondani, de lehet, hogy most nem kapja meg ehhez a jogot. Minden esetre ahhoz mindenképp, hogy színpadra szólítsuk. Nos, az első díjas, Jakab Tibor. Tolmácsolom a fotósok kérését, kérjük szépen azokat, akik kifáradnak ide, hogy egy pillanatra álljanak meg, ahogy már a rutinos fotósok teszik ezt, mosolyogjanak jobbra is, balra is, hogy megfelelő mennyiségű kép készülhessen róluk. Ötödik kategória, állatok és környezetük. A zsűri összesen 7 képet talált kiállításra méltónak, a szerzők pedig Jancsik Tibor, Kis Csaba, Lukács Gábor, Dr. Nagy Edit, Násfai Béla, Palcsek István és Tökői Csaba. Gratulálunk nekik! És akkor nézzük a díjazottakat. Felkérem Selmeci Dánielt, a zsűri tagját, és a tavalyi év természetfotós a fődíj nyertesét, hogy adja át a kategória díjakat. Harmadik díjas, Tökői Csaba, Hippocampus Dönisz felvétele. Gratulálunk!
Már jön is Csaba. És akkor rutinosan így van, mosolygunk egyet, gratulálunk a harmadik díjhoz. Második díjat nyerte Kis Csaba Pókerdő című képével. Ugye ezek is mind olyan képek, hogy nagyon szívesen hallanánk néhány szót, de hát úgy döntöttünk, hogy az időre való tekintettel csak az első helyezett képekről beszélünk, de valahol mindenhol úgy érzem, hogy a különleges szemszög az, ami határozottan dominált. Igen. Számomra ezen a képen több érdekesség van. Egyrészt a perspektíva olyan, mintha a fotós magasabb lett volna a madárnál, ez adja meg az egyik érdekességét. A másik meg, hogy a kép monokróm hatású. Azonban itt a vetítő nem látszik, de majd később megnézhetik a vendégeink, hogy a képen szinte a szivárvány összes színe megjelenik. A kéktől zöldig, narancssárgán, a hideg és a meleg színek, úgyhogy ez is megadja a képnek a gyönyörűségét, hogy a táj amellett, hogy ködben van, szürke, mégis nagyon-nagyon színes. Hát akkor, aki a Hollók Birodalmát felfedezte és megörökítette nekünk, az első díjas az ötödik kategóriában, Palcsek István. Gratulálunk! Köszönjük szépen a segítséget. Úgy látom, kedves diátadók, hogy figyelnünk kell a fényekre, tehát a fotó, egy kicsit hátrébb kell lépni majd a fotó kedvéért, hogy látszódjon. Hatodik kategória következik, az Állatok szemből szemben címet kapta ez a kategória. A zsűri összesen 10 képet talált dicséretre méltónak. A szerzők pedig Daróczi Csaba, dr. Fodor Ferenc, Előd László, Jakab Sándor, Licicai Miklós, Máté Bence, Mészáros András, Pól András, Tököi Csaba és Vörös Lóránt. Gratulálunk nekik! Külön díjasa ennek a kategóriának is van. A Természet Búvár magazin külön díját fogja kapni. Felkérem a magazin képviselőjét, Garancsi Mihályt, hogy adja át a díjat. A díjat pedig nyerte Egyszarvú című képével dr. Fodor Ferenc. Gratulálunk! Gratulálunk és köszönjük szépen Garancsi Mihálynak! Még egy külön díj következik ebben a kategóriában. Felkérem Vásony Petrát a Magyar Madártani Intézet képviseletében, hogy adja át az ajándékcsomagot. Aki pedig ezt a külön díjat nyerte, Bagoly a mocsár felett című képével, az nem más, mint Vörös Lóránt. Gratulálunk neki! Gratulálunk! Köszönjük szépen! Felkérem Szeklencei Tamást, a Pigmenta Képalkotó Központ tulajdonosát a kategóriadíjak átadására. Tehát most következzenek a kategóriadíjak. Harmadik díjat nyerte Golden Eye című felvételével Daróczi Csaba. Gratulálunk! Második díjat nyerte Előd László Lepényhal című képével. A taps neki szól, Lacinak is eltesszük a csomagját. És aki ebben a kategóriában első díjas lett, úgy is szokták mondani, hogy elvitte az első díjat, és ugye azóta is keresik, és akivel szemben ezt a humort megmerem engedni magamnak, az Máté Bence Diadalív című alkotása. Nagy tapsot kérünk az alkotónak!
diadalív kompozíció. Ha Máté Bencét kérdezzük meg, akkor hosszú előadást hallunk. Milán, sikerült neked valamit kivenni ebből a képből? Nem, én, tehát varázslatos pillanat. Egyrészt, hogy két fehér madár, fehér háttér előtt, ez ritka pillanat. Az expozíció tökéletes, hiszen a fehér a fehérben is látszik, és a képen összesen két szín van, a fehér sárga, és egy pici zöld, ami megadja a madaraknak a karakterét, és a legnagyobb bravúr, hogy mindkét madár az élességségben van. Tehát ez a csodálatos benne. Gratulálunk Máté Bencének! Most vagyunk körülbelül a díjátadó felénél, de azt hiszem egyre izgalmasabb lesz, mert közelednek a fődíjak. És még akkor néhány szó a zsűrizésről. Kedves vendégeink, bizonyára sokan tudják, de mégis büszkélkedni szeretnénk azzal, ami ez most már hagyományossá vált, Milán. Igen, tehát hogy a zsűrizés azt, mint Péter elmondta bevezetőbe, tehát élőbe követhető pontokat visszanézhetik majd, tehát eddig is, meg a holnapi naptól is, sőt a fotokliknek az oldalán az egész zsűrizésnek a videó folyamatát is meg lehet nézni, nagyon sokat lehet okulni ebből, és mi büszkék vagyunk erre, hogy ilyen transzparens módon bonyolítjuk le a pályázatot. Hozzáteszem még, hogy teljesen anonim módon történt a zsűrizés. Hetedik kategória következik, növények és gombák. A zsűri összesen 6 képet talált kiállításra alkalmasnak. Növények kategóriában a szerzők névsora: Bodolai Márton, Daróczi Csaba, Márki Levente, Dr. Nagy Edit, Potyó Imre és Szabó Ilona. Kérek szépen egy nagy tapsot a szerzőknek. Felkérem Fát Pétert, a NaturArt elnökét a kategória díjak átadására. Harmadik díjat nyert növények és gombák kategóriában Spóra felhő című felvételével Potyó Imre, gratulálunk neki! A második díjasunk már a fénykép címében is jelezte, hogy nem csak fénnyel, hanem széllel is festett. Szabó Ilonát várjuk ide a színpadra, ő nyerte a második díjat. Kedves Ilona, nem engedjük még el. A NaturArt jóvoltából a Pigmenta készített egy művész nyomatot a Smaragdváros című képével. Ezt szeretnék önnek átnyújtani. Gratulálunk! De gyerekek, nem a... Szerintem nem neki. Nem neki. Editnek, ő Szabó Ilona. Akkor nem marad más hátra, mint az első díjas fotó. Kérem szépen a fotót magát, és ahogyha mondtam, hogy széllel is lehet festeni, nem csak fénnyel, akkor talán még faggyal is? Igen, faggyal is. Tehát ez egy nagyon ritka pillanat, mert ugye ez márciusban készült, hiszen gólyahír van a képen. Lehet, hogy egy picit korábban is, de a virág túl korán bújt ki, és a fagy azért körbevette. A fotós gyönyörűen kihasználta, bár láttunk nagyon sok hasonló képet, a kéket a gólyahírrel körülvéve, de az mindig víz volt. Tehát ebben a csodálatos az, hogy a zord hideg és a virág szépsége találkozott. Fagyos tavasz című képével első díjas a növények és gombák kategóriában Márki Levente. Gratulálunk! Egy rendkívül népszerű kategória következik, a 8. kategória kompozíció, forma, kísérletezés. A zsűri összesen 9 képet választott, amelyek itt megjelenhettek ezen a kiállításon, és természetesen a könyvben is. És ha már a könyvet említem, Milán, te mindig pártját szoktad fogni ennek a kiadványnak, hogy el ne felejtsük. Igen, tehát ez egy kiváló karácsonyi ajándék, tehát és nem csak a szerzők, hanem azok, akik szeretik a természetfotózást, nagyon sok mindent tanulhatnak meg. Ha itt nem tudják megvásárolni, akkor minden Alexandra boltban lesz, sőt online is meg lehet rendelni. Keressék, egész gyűjtemény lehet már a polcokon. A képek szerzői kísérletezés kategóriában Fényes Lóránt, Forster Ádám, Harber Gorsolya, Jakab Tibor, Máté Bence, Dr. Nagy Edit, Pól András és Dr. Simán László. Gratulálunk nekik!
Még mielőtt megismernénk a kategória győzteseket. Nekem lenne egy kérésem. A Naturárt így forgatókönyvön kívül adós egy díjjal, és én szeretném felhívni a színpadra dr. Nagy Editet. A Nagy Editnek jár egy különleges nyomat, amit a Pigmenta készített el. Egy művészi nyomatról van szó, és Edit tudja miért. Mi szeretnénk elnézést kérni, amiért nyomdai hiba történt a könyvbe, és ezt az Alexandra már ki is javította az éjszaka. Köszönjük szépen a javítást! Köszönjük szépen, és hát akkor kezdjük külön díjasokkal, mert ez a kategória is gazdag. Így aztán bejelenthetem, hogy a Természetvilága magazin külön díját, amit Milán, te fogsz majd átadni, Életfa című képével Forster Ádám nyerte. Gratulálunk neki! Felkérem Kovács Botondot, a Canon Marketing vezetőjét, hogy adja át a díjakat ebben a kategóriában. Harmadik díjas, Mesél az erdő című képével Pól András. Gratulálunk! Reméljük, hogy itt van, nem kaptunk visszajelzést, hogy nem tud jönni. Pedig olyan szívesen megkérdeztük volna, kedves András, hogy milyen erdő ez. Valószínűsíthetjük, egy víz alatti. Víz alatti felvétel, és egy alga van a képen. Uh-huh. Jó, hát akkor Pól Andrásnak eljutatjuk a kategória 3 díjas ajándékot. A második díjasunk viszont dr. Simán László Különös kreatúra című képével. Reméljük, hogy itt lesz és átveszi az ajándékát. Gratulálunk neki! Azért is éleztem annyira ki a jelenlétre, mert biztosan tudom, hogy az első díjasunk sem lesz itt. Hát ez egy ilyen kategória, de a taps az annál nagyobb kell, hogy legyen. Első díjat nyerte ebben a kategóriában Jéglabirintus című képével Harberg Orsolya, de az ő ajándékát Fodor Feri eljutatja neki, hiszen egy már van nála. Gratulálunk! Gratulálunk Orsinak, aki valahol az északi fagyos télben már jól érzi magát a fényképezőgépe társaságában. Azt hiszem, talán nem kell megismételnem, de azért elmondom, hogy akiket nem szólítottunk most ide a színpadra, de itt a falon van kiállított képük, nos, azok is megkapják az elismerő oklevelet a fotóalbum tiszteletpéldánya társaságában az Alexandra standján, ne felejtsék el. 9-es kategória. Tájak. A zsűri összesen 6 képet javasolt kiállításra, a szerzők pedig Kovács Norbert, Laki Zoltán, Szabolcs Gergely, Tarci Csaba és Valkó Lajos. Egy nagy tapsot kérek nekik. A kategória díjak átadására felkérem Peti Balást a Tripont képviseletében, hogy fáradjon ki a színpadra. Utolsó fények című fotójával a harmadik díj nyertese ebben a kategóriában. Laki Zoltán, gratulálunk! Köszönjük szépen! A második díjas és egyben a legszebb hazai tájkép díját nyerte Szabolcs Gergely Megtört csend című képével. Egy nagy tapsot kérünk! Az első díjas fényképet, ha megnézzük, hát igen, a sivatag az hálás téma. Igen, de egyébként ez a halálvölgyben készült Amerikában, ahol nem nagyon vannak dűnék, és a fotós úgy látszik, hogy szerelmes ennek a formációnak, és kifejezetten keresett ilyen formákat, és a képet ugye azt tette szebbé, hogy tele van hajnali állatnyomokkal. Igazi csúcsforgalom a sivatagban.
Az első díjasunk pedig Laki Zoltán. Kérjük, ismét fáradjon a színpadra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tizedik kategória következik. Lemegyünk a víz felszíne alá, tehát élet a vízfelszín alatt. A zsűri összesen három képet választott ki a mai kiállításra és díjátadóra. Az alkotók pedig Násfainé Kőházi Mária és Előd László. Gratulálunk nekik! Felkérem Dombovári Tibort, a zsűri tagját, a kategória díjak átadására. Nézzük, hogyan oszlottak meg a díjak a két szerencsés szerző között. Nos, harmadik díjat nyert Tűzhalak vadásznak című képével Előd László. Gratulálunk! Igen, a Laci nem tudja, nem nincs jelen. Második díjas Násfainé Kőházi Mária Nyüzsgés című képe. Szeretnénk színpadra hívni a szerzőt. Gratulálunk! És most egy nagy tapsot. Köszönjük! Vízfelszín alatti szakértők egymás között. Még egyszer egy nagy tapsot hagy kérjek ennek a kategóriának. Mielőtt az első díjas képet felkonferálnám, hát ez tulajdonképpen egy portré, nem? Ez egy portré, de nagyon szerencsés portré, mert nagyon közel áll a két fa egymáshoz. Éles a kép, illetve mind a két hal az élesség síkjában van. Muréna is és a sügér is. Ritka dolog az, hogy két ilyen faj ilyen igen, közel vannak egymáshoz? Én is kaptam segítséget, tehát az én szakkommentátoromtól az, hogy fejjel lefele állnak, az az igazi különlegesség a képen. Értem. Nos, a kép készítője Előd László, aki, mint tudjuk, sajnos nem lehet itt, de egy nagy tapsot azért megérdemel. Köszönjük szépen! 11. kategória. Napnyugtától napkeltéig. A zsűri összesen 6 képet talált kiállításra méltónak a szerzők Gergely József, Daróczi Csaba, Máté Bence, Potyó Imre és Ravasz Balázs. Gratulálunk nekik! És felkérem Kármán Balást, a Naturart elnökségi tagját és többszörös év természetfotós a díjbirtokosát, hogy adja át a kategória díjakat. Harmadik díjat nyert Potyó Imre Nász éjszaka című képével. Gratulálunk! A második díj Máté Bencéjé Tejút című képével érdemelte ki. Gratulálunk! Az első díjas képet nézve azt gondolom, hogy egy fotós szempontjából a háttér az néha döntő fontosságú lehet. Igen, nem csak azért, mert egy elkapott pillanat, hanem ha a háttérben nincs hold, észre se vettük volna, hogy az ág tele van madarakkal. Tehát elképesztően sok madár van, és a fotós jó helyen volt, jó pillanatban, és az az egy pillanat mutatta meg nekünk, hogy az ágon több száz madár van. Kedves Gergely József, köszönjük szépen a képet, és gratulálunk az első helyezett fotóhoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Kármán Balázsnak. Nos, hát akkor 12. kategória. Fekete-fehér természetfotók. A zsűri összesen 7 képet talált kiállításra méltónak. A képek szerzői Plastyák András, Daróczi Csaba, Kerekes M. István, Lang Nándor, Maráci László és Tököi Csaba. Gratulálunk nekik! Ebben a kategóriában is vannak külön díjak.
Felkérem Szeklencei Tamást, a Pigmenta Képalkotó Központ tulajdonosát, aki egy művészi fotonagyítást ajándékoz most a különdíjasnak. Mit jelent egyébként, Milán, ez a nagyítás? Én ebben nem mernék vállalni semmilyen szakértői szerepet. Én átadom a mikrofont Tamásnak. Köszöntöm Önöket, és kesztyűs kézzel fogok bánni Önökkel is, meg a képpel. Idén egy olyan képet választottunk a Pigmentánál, ami méltó arra, hogy nem csak tartalma miatt, hanem a kivitelében is műtárgy kategóriájú nyomat legyen, így akár galériák vagy műgyűjtők kezébe kerüljön. Megkérem Csabát, hogy jöjjön fel a színpadra egy percre. Mert hogy a külön díjat nyerte Daróczi Csaba. A műtárgypiacon a művészi nyomatokat tanúsítvány kíséri, mely igazolja annak a minőségét. Ezt a tanúsítványt most megkérem Csabát, hogy írja alá itt a jelenlétőben. Azt is kesztyűben, Csaba. Hogy fogod ezt portalanítani, ezt a képet? Itt akár a... nem tudom, hogy van arra. Hát, vagy... ott is. Még egy szót a tanúsítványról. A tanúsítványon található egy hologramos címke, ami egy egyedi azonosító, és szintén a kép hátulján azonosítja a műtárgyat. Gratulálok! Köszönjük szépen ezt a különleges ajándék felajánlást, és gratulálunk Daróczi Csabának! Reméljük, Csaba, nem a terápia utóddal jöttél. Még egy külön díj, az EDF Démász által életre keltett hálózat és az élő természet külön díja következik. Kérjük, fáradjon a színpadra Tóth József, az EDF Démász hálózati elosztó Kft. Ügyvezetője, és adja át a díjat. Aki pedig nyerte... Kerekes M. István Homage at Hitchcock című felvételével. Gratulálom! István jelezte, hogy nem tud jelen lenni, Törökországban van, így akkor megkérte Horváth Imrét, a MAFOSZ elnökét, hogy vegy át helyette. Imre egy pillanatra még. Akkor... Kedves Imre, egy fotó erejéig, a taps pedig szóljon ismét Kerekes M. Istvánnak. Köszönjük szépen! És nézzük akkor a fekete-fehér kategória díjazottjait. Igazgató úr, kérem szépen maradjon a színpadon. A harmadik díjat nyerte Tökői Csaba. Segíts kiejteni. Hát Izlandon van ez a hegy. Igen, az izlandi nevekkel bajba vagyunk, majd fogják látni. Csaba, légy szíves, sugd meg, hogyan ejtik. Köszönöm. Jó, hát akkor ezt most nem fogom tolmácsolni. A második díjat, na ezt már ki tudom ejteni, Hózápor című képével nyerte Daróczi Csaba. Az első díjas képet pedig itt láthatjuk, vagy hát alig látható így ezek között, a fényviszonyok között. Igen, aki a fekete-fehér fotográfiát szereti, az Ansel Adamsot biztos ismeri. Ez a kép azt a hangulatot idézi elő, ugyanakkor egy nagyon különleges pillanat, mert a hónapban vagy az évben van pár alkalom, amikor a hold és a nap egy időben találkozik az égbolton. Ez a pillanat az. Látjuk a holdat, és a napnak az első sugarai a hegycsúcsokat megvilágítják. Egyszerűen csodálatos felvétel, és hát megvicceltük a szerzőt, nem tudta, hogy nyer, majd utána mégis biztattuk, hogy jöjjön el, és ő... Ébredő nap szunnyadó hold című képével, Lang Nándor, gratulálunk!
A 13. kategóriát, ahogy már említettem, a GDF Suez-nek köszönhetjük, a természet energiái címet viseli. A zsűri összesen 4 képet választott ki a kiállításra, Forster Ádám képét, Harberg Orsolyájét, Pajor Tamásét és Vanik Zoltánét. Gratulálunk nekik! És nézzük akkor a díjakat és a díjazottakat. Felkérem Páncél Andreát, a GDF Suez Energia Holding kommunikációs igazgatóját, hogy adja át a díjakat. Harmadik díjat nyerte Fátyol Istennő című képével Pajor Tamás. Gratulálunk neki! Köszönjük szépen! Második díjasunk ebben a kategóriában Villámok a Balatonnál című érdekes fotójával Vanik Zoltán. És muszáj lesz, úgy látom, az izlandi neveket elsajátítanunk, mert Godafoss az Istenek vízesése című képével Harberg Orsi lett a kategória győztes. Gratulálunk innen a távolból. Feri, megkérlek, légy szíves, add át majd csókjainkat Orsolyának. Köszönjük. Köszönjük szépen! Idén 6. alkalommal osztjuk ki a legjobb buvárfotós díját, amelyben a kategóriától függetlenül a fődíjhoz hasonló számítással értékeltük a víz alatti fotósok teljesítményét. A díj a Tripont jóvoltából egy Vanguard állvány gömbfejjel és egy Vanguard Havanna típusú táska. Felkérem most a Tripont képviselőjét, Peti Pétert, fáradjon a dobogóra és adja át a díjat. Az év búvárfotósa 2015 megtisztelő címet és díjat az a búvár természetfotós kapja, aki búvármerülés során készített képeivel a legeredményesebben szerepel a pályázaton. 2015 év legjobb búvárfotósa az összesített teljesítmény alapján. Mondom a nevet. Tököi Csaba, gratulálunk! Fantasztikus ajándék! Még egyszer egy nagy tapsot kérek az alkotónak. Köszönöm szépen! És hát kérem szépen, itt vagyunk. Az év természet fotója 2015-ben kitüntető címet a kategória győztesek között is legjobbnak ítélt fotó érdemelte ki. Ez a kép tehát az előző 13 kategória győztesei közül került kiemelésre. Az év fotója készítőjének egy 64 GB flashcard jár az Artwork fotójó voltából, természetesen a díj mellé. Felkérem Gerép Zsoltot, az Artwork fotó képviselőjét, hogy fáradjon a színpadra, és adja át a díjat. Egy borítékot is várunk, hiszen itt a név már borítékban érkezik. Milán, felbontottad? Már felbontottam. Akkor sugd meg nekem, mutasd le, olvasom a szádról. Köszönöm. Az év természetfotója tehát a Lépés előny című kép, amit itt láthatnak mögöttem. Szerzője pedig Máté Bence. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm. Hát egy kulisszatitkot hagy áruljak el, mert hát a képnek a története az kiderül a könyvből. Nem kell nekem mondani. Tessék? Viccelek.
Én kitaláltam ezt a felvételt már nagyon régen, vagy hát ehhez hasonlót, de a technika nem adott rá lehetőséget, és valamilyen módon meg kellett oldanom a mesterséges folyamatos megvilágítást, és ez még a diás korszakban nem volt megoldható, sőt a digitális technikának az elején, a beindulásánál sem. De miután elkezdtünk ilyen 3000-es érzékenységgel fotózgatni az elmúlt években, így most már lehetőség van viszonylag erős lámpákkal, folyamatos fény megvilágításával is ilyen képeket csinálni. És hát elkezdtem keresgélni, hogy milyen lámpa az, aminek a legnagyobb a fényereje, és az egyik barátom az ténykedik a szegedi szabadtéri játékokon, és ott mondták, hogy ott van egy olyan lámpa, amit nem nagyon tudnak használni, mert túl erős. És akkor gondoltam, hogy ez nekem biztos jó lesz. És egy óriási spotlámpát szereltünk fel 3 hónappal a kép készítése előtt erre a helyre. És ahhoz, hogy a madarakat ne zavarjuk meg, a lámpát úgy lehetett felkapcsolni, úgy programoztuk be, hogy 10 perc volt az az idő, amíg a nulláról teljes 100%-ig felkapcsolódott, és utána már a madarakat lehetett viselkedés közben fotózni. És egy ilyen lámpás technikával készült a felvétel. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Mi köszönjük szépen, Bence! Hiába a kísérletező kedv, az meghozza az eredményét. Nézzük akkor az ifjú titánokat. 14. kategória az úgynevezett ifjúsági kategória. A zsűri összesen 7 képet talált dicséretre méltónak, a szerzők Pálhegyi Simeon 3 képpel, Szekeres Levente szintén 3 képpel, és Szopko Tamás 1 képpel, egy nagy tapsot kérek nekik. És van itt egy külön díj is, méghozzá a Unique-ból külön díja, a legjobb talajszinthez vagy vízfelszínhez közeli, igen alacsony szögből készült madárfotó az ifjú kategóriában. A díja pedig egy hazai szabadalom névre szólóan gravírozott Unique-ból gömbfej. Azt hiszem, hogy ez igazán szenzációs ajándék. A díj felajánló Unique-ból Kft. 100%-ban magyar tulajdonú cég, elsőként a Fotótechnikai Lapok Világszövetségének 25 éves történetében első magyarként, mint ahogy az már a sajtótájékoztatón elhangzott, TIPA díjat kapott, úgyhogy először is gratulálunk, és a taps most szóljon a díj felajánlójának. Felkérem Kármán Balázs urat, hogy a Unique-ból képviselőjét is a színpadra szólítva, hogyha itt van természetesen. Itt van. Hogy a díjat adjuk át. A díjat pedig Pálhegyi Simeon Csendben című felvétele nyerte. Gratulálok! Köszönjük szépen Kármán Balázsnak, a Unique-ból képviselőjeként átadott ajándékot. Ez volt tehát a külön díj. Nézzük, hogyan néz ki a díjazás az ifjú kategóriában. Felkérem Fát Pétert, a Naturart elnökét, hogy fáradjon a színpadra. Harmadik díjat nyerte az ifjúsági kategóriában Szekeres Levente, Mr. és Mrs. Black című képével. Gratulálunk a szerzőnek. A második díjas Pálhegyi Simeon Sziluettes szarvasok című képével. Köszönjük szépen! Hány éves egyetlen? 16 éves a fiatalember, annál nagyobb a taps, ami neki szól. Köszönjük. Hát igen, itt van mögöttünk a kategória nyertes kép. Igen, nagyon nehéz, egy sötét képről van szó, itt nem lehet élvezni, majd remélem, hogy lesz idejük megtekinteni. Ez egy olyan csodálatos felvétel, hogy a zsűri, mikor ott voltunk, mondta, hogy ez szabadon pályázhatott volna a felnőtt kategóriába, és olyan érdekes, mert tényleg látszik, hogy a fotós kreativitása oldotta meg egy sötét helyen, megvilágította a pókhálót, a
pók mögött is van háttér, és két külön kép, de mégis egyé tud összeállni egy ilyen sötét háttérbe. Tehát igen, ígéretes a fotós. Pöttyönpók a kép címe, aki pedig készítette, Szekeres Levente, gratulálunk a kategória díjhoz. Ebben az évben egy érdekes felállás történt. Az év ifjú természetfotósa 2015-ben az egy másik díjat jelent, Milan? Nem. Igazából eddig, 3 évvel ezelőttig úgy volt, hogy aki megnyerte az ifjúsági kategóriát, az volt az év ifjú természetfotósa, viszont mivel a mezőny erősödött, a kiíró úgy döntött, hogy szintén pontrendszert vezet be, és vagy már 3 éve nem az első díjas nyer, hanem a portfólió. Néha ez igen egybeesik, és azt gondolom, hogy az idén is ez az eset állt elő. Nézzük akkor, mit nyert a szerencsés nyertes. 3 napos magyarországi madárfotózást kap teljes ellátással a Hyde Photography, azaz Máté Bence leseiben, természetesen Bence oktatásával, valamint egy 150 ezer forint értékű objektív vásárlási utalványt a Leitz Hungária jóvoltából, Vanguard Heralder 33 fotós táska a Tripont jóvoltából is a szerencsés nyertes tulajdonába kerül. És kérem szépen a Leitz Hungária képviselőjét, Fejes Zoltánt, hogy fáradjon a színpadra, csatlakozzon hozzánk. És most akkor 2015 ifjú természet fotósa, ahogy hallottuk, a jutalom és a díja kollekcióért jár. Az év ifjú természetfotósa 2015-ben kitüntető címet pedig Szekeres Levente nyerte. 3 képnyéből hozzánk? Szabadkán élsz és alkotsz. Köszönöm szépen. Nagy tapsot kérünk. És talán akkor azt is kiemelhetjük, Milán, hogy Levente az első határon túli nagydíjas. Így van. Péter és Zoltán, kérem, hogy maradjanak itt velünk, hiszen következnek a fő-fődíjak. És mielőtt még rátérnénk? Igen, még néhány közszolgálati információ. Tehát a halba a múzeum bejáratánál megtekinthetik a Tripontnak a bemutatóját. A Canon is egy kis standal van, és aki hozott magával Canon fényképezőgépet, az szenzor tisztítást is elvégezheti. Továbbá az Alexandránál csodálatos könyvek vannak. És van még egy nagyon fontos információ, nagyon-nagyon készülünk az idei, illetve a jövő évi mini fesztivállal, és reméljük, hogy január végén önöket ismét szeretettel látjuk a Balassi Intézetbe a következő nagy rendezvényünkön. Hát kérem szépen, a rendezvény legcsillogóbb főfődíja következik. Az év természetfotósa 2015-ben kitüntető címet, vagyis a pályázat fődíját, és Kis Jenő Ferenc makói szobrászművész alkotását, valamint egy csúcskategóriás Minox távcsövet a Leitz Hungária jóvoltából. Tehát az idei összesített teljesítmény alapján az év természetfotósa címet. Hát mit is mondhatnánk? Először próbáljuk. Borítékot nézzük meg. Nézzük a borítékot. Izgatott pillanatot. Máté Bence!
nyerteseknek. Gratulálunk mindenkinek, aki nevezett az idei versenyre, hiszen mindenki nyertes ebben. A nap most mindannyiunknak szól. Találkozunk a következő évi pályázatunkon, addig is tekintsék meg a kiállítás képeit. Szép estét, jó éjszakát kívánok, gratulálom minden nyertesnek, és mindenkinek, aki részt vett ezen a pályázaton. Viszontlátásra!